Rózsaszentmárton község önkormányzata még 2006-ban kezdeményezte a Mátravidéki Szénbányák RT működése alatt keletkezett tájrendezési munkálatok elvégzését. Több hosszú ideig veszélyes akna környezete elkészült, de még mindig van tennivaló, hogy szebbé varázsolják a környezetet. Bány vagyok hasznosító non-profit közhasznú KFT állami pénzzel rendezte ennek a 9 aknának, üzemútvarának, légaknának a területét. Azonban a 2-es-3-as meddőhányú rendezése mai napig sajnos elmaradt. Most azonban hatatós közreműködés által a bányavagyon hasznosító beleemelte az üzleti tervébe ezeknek a rendezését, sőt olyannyira, hogy már közbeszerzési kiírás is elindult, és a vállalkozókat várják, akik majd fognak erre a munkára. Több mint 15 ezer tonna földet kell megmozgatni a 2-es és 3-as meddőhányó rendbehozatalához, ami a tervek szerint szeptember közepén elindul, és 2 hónap alatt fejeződik be. Az elkészült területtel további terve van az önkormányzatnak. Ezek a munkáknak az elvégzése után viszont a terület, mivel kiválóan alkalmas kivett művelési ágként gazdasági célú hasznosításra, az önkormányzat már szerződést kötött a Magyar Villamos művekkel, hogy bérbe adja a területet naperőműnek a létesítésére. A tervek szerint megépülő 2 naperőmű, mely egyenként 499 kW teljesítményű, a jogszabályok véget egyenlőre nem lesz alkalmas lakossági használatra. Amennyiben a meddőhányok rekultivációja időben elkészül, még a tél beállta előtt megépülhet az egyik naperőmű.